Február 24. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén célegyenest igyekszem előre. Isten Jézus Krisztusban való és onnét felülről való elhívásának jutalmára. Filippi beliekhez írott levél 3. fejezet 12-től a 14. versig. Az életszentség nem egy pillanat, egy óra vagy egy nap, hanem egy egész élet munkája. Nem a boldog elragadtatás érzése által érjük el, hanem annak eredményeként, hogy állandóan meghalunk a bűnnek, és élünk Krisztusnak. Gyenge, időnkénti erőfeszítésekkel nem lehet igazságtalanságokat jóvá tenni. Nem lehet a jellem átalakulását munkálni. Hosszas, kitartó erőfeszítés, szigorú önfegyelem és kemény küzdelem árán érhetjük el a győzelmet. Sohasem tudhatjuk, milyen harc vár ránk holnap. Ameddig Sátán uralkodik, énünket meg kell aláznunk. Folytogató bűneinket le kell győznünk. Amíg életünk tart, nincs megállás, nincs olyan magaslat, amelyre feljutva elmondhatnánk. Célhoz értem. Az életszentség életfogytig tartó engedelmesség gyümölcse. Apostolok története átalakult élet című fejezetből.